Június 17-én péntek este, jó estét kívánok! A Tatai Körzeti Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk ma este is! A megye és a visegrádi országok legszebb épületeiből nyílt szakmai kiállítás. Helyi kötődésű művészeket, alkotókat támogat a Mecénás Közalapítvány. Azonosító gyűrűt kaptak a nasszái fehér gólya fiókák. Zajlik az év madárfotósa pályázat, 10 kategóriában lehet versenyezni. Az örök barátság jelképei sörös korsókból nyílt kiállítás Tatabányán. Újra kiállítással jelentkeztek megyénk építészei. A megyei kormányhivatalban most 3 válogatást is láthat a nagy közönség. Többek közt azokat a tablókat, amelyeken az elmúlt években térségünk évháza pályázatán legjobbnak ítélt a zsűri, de néhány szakember más művészeti ágakban elért eredményeit is bemutatták. Tatai Társasház, a Dorogi Református Gyülekezet új otthona, a Környei Vackor óvoda vagy éppen a Vértes agórája. Számos az elmúlt években díjazott pályamunkát bemutat új kiállításában a Komárom-Esztergom megyei építészkamara. Az évháza pályázat évek óta az egyik legjobb apropó arra, hogy megyénk szakemberei bemutassák munkáik legjavát a nagy közönség számára. Mintát adjunk, tehát hogy megmutassuk ezeken a képeken, hogy nekünk építészeknek mi is az érték, mi az a mintaértékű épület, mi az az illeszkedési szempont, mi az a településkép, mi az a családi ház, ami esetleg az építetőknek is előttük lebeghet, amikor ők maguk is belefognak egy beruházásba, akár egy családi ház építésbe. A megyei kormányhivatal aulájában látható tárlat másik része egy szintén hagyományos kezdeményezés. A V4-es országok legszebb családi házait és alkotóit vonultatja föl. Ezek között egészen kivételes megoldásokat is láthatunk. Az idei esztendőben a válogatás kiegészült azon szakemberek bemutatkozásával is, akik nem csak az építészetben, más művészeti ágakban is jeleskednek. Az építészek között igen gyakori, hogy valamilyen másik művészeti ággal kacérkodunk, legyen az képzőművészet vagy színház, színészeket tudnék sorolni. Én magam is gyerekkorom óta a versekkel, a színházzal, az amatőr színjátszással kapcsolatban voltam, és máig csinálom, nagyon jól kiegészítik egymást. Azt tudnám mondani, hogy a színház a szerelem, és az építészet a házasság. A megyei épületekből 2013 és 2021 között elkészült beruházásokat állítottak ki, mivel október az építészet hónapja, így új pályamunkákkal, majd az év utolsó hónapjaiban jelentkeznek az alkotók. 2021. októberében döntött az Eszterházy Ferenc Művészeti Ösztöndíj alap létrehozásáról Tatavárosa. A korábbi adománygyűjtő akciók sikerrel zárultak, ennek eredményeiről most sajtótájékoztatón számoltak be. Az Eszterházy kastélyban szervezett programot helyi tehetségek koncertje zárta. Újra megtelt kulturális programokkal a Tatai Eszterházy kastély. Június 16-án egy sajtótájékoztatón jelentették be az Eszterházy Ferenc Művészeti Ösztöndíjat, amelynek megalapításáért tavaly szeptemberben szervezett jótékonysági estet az önkormányzat, illetve a művészetekkel és divattal a jótékonyságért alapítvány. Ebből 3,5 millió forintot sikerült bevételeznünk ebből az eseményből, és tulajdonképpen ebből fogunk most majd kiosztani 2 millió forintot. Most fogjuk meghirdetni azt az ösztöndíj pályázatot, amire benyújthatják a pályázataikat bármilyen művészeti területen tevékenykedők. Egy fontos kitűzésünk van, hogy lehetőleg pályakezdő művészek legyenek, ezért azt határoztuk meg a kiírásban, hogy vagy olyanok pályázhatnak, akik az idei esztendőben adják be diplomamunkájukat, vagy a következő tanévben fogják benyújtani azt, vagy pedig olyanok, akiknek 5 év telt el művészeti felsőfokú végzettségük megszerzése óta. És van még egy fontos kikötésünk, az, hogy Tatán szerezték az alapfokú vagy középfokú művészeti végzettségüket. Úgyhogy az ő pályázataikat várjuk majd erre a pályázatra, és ennek a kiírását majd a tata.hu oldalon részletesen is megtalálhatják jövő héten
várhatóan szerdától. A sajtótájékoztatót a Rajman Rezső hangversenysorozat követett, ahol Ácsné Szili Éva hegedű tanár 6 növendéke működött közre. Először is egy nagyon-nagyon kedves volt régi tatabányai származású hegedűművész tanár lesz, aki a növendékeit elhozta ide, Ácsné Szili Éva, akit én is több évtized óta ismerek. Az ő életútja a tatabányai zeneiskolából indult, mégpedig az iskola alapításának évében, ami már tényleg jó régen volt, de aztán hamarosan ugye a Győri Főiskolán vissza is tért a városba, mint hegedűművész tanár, és a tatabányai szimfonikus zenekarnak a koncertmesterő is volt nagyon sokáig. Aztán úgy hozta az élet, hogy Budapestre költözött, és ott a 6. kerületi Tóth Aladár zeneiskolában dolgozik azóta is, kiegészítve az egyetemmel, mert hogy Mozartant meg ott is tanít már, mint nagyon neves, és most már tulajdonképpen országos és nemzetközi hírű hegedűművész professzor. Nos, hát az ő nagyon tehetséges gyerekeit fogjuk ma hallgatni. Az ösztöndíj pályázatot a Tatai Mecénás Közalapítvány hirdeti meg a közeljövőben. Minden év júniusának közepén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai felkeresik a fehér gólyák fészkeit. Néhány évvel ezelőtt a madarászoknak nagyszerű ötlete támadt, nyilvánossá tették a gólyagyűrűzést, így bárki test közelből találkozhat a még állni sem tudó fiókákkal, így született meg a Gólya Roadshow. Már a természetvédők és az áramszolgáltató munkatársainak érkezése előtt is kisebb tömeg gyűlt össze a Naszái Rákóczi Ferenc utcában. Az 50-es házszám előtti villanyoszlopon évtizedek óta költenek a gólyák, ezt a fészket idén is útba ejtette a Gólya Roadshow. Az első gólyagyűrűzésünk, még soha nem láttuk a gólyákat gyűrűzni, viszont már több éve készült, csak sajnos soha nem volt jó az időpont, de idén sikerült eljutnunk. Szeretjük a gólyákat, és hát Naszájhoz most már évek óta, évtizedek óta kötődnek a kis gólyák, és nagyon örülnek neki, hogy idén is születtek kis fiókák. A nyilvános gólyagyűrűzési akciónak egyrészt ez a célja, hogy a lakosság jobban megismerje a természetvédők munkáját. A szokásoknak megfelelően ilyenkor a helyi gyerekek nevezhetik el a fiókákat. Komárom-Esztergom megye nem éppen a legerősebb tája hazánknak a fehér gólya populáció tekintetében. Épp ezért különösen fontos, hogy az ismert közel 20 fészek fiókái azonosítót kapjanak. Ilyenkor nyilván megnézzük a fészkek állapot. Tehát is előző helyről ott lehoztunk egy jó nagy kötekbe államadzagot, sajnos néha ezeket beépítik a fészekbe. A madarak minden évben levetlik összes tollukat, tehát nem lehet tudni róluk, hogy hány évesek, nem lehet őket fölismerni, tehát csak a gyűrűk alapján tudjuk őket azonosítani. Itt is például az egyik gólya, a madár, a szülőmadár az gyűrűs, őt 5 éve gyűrűztük Komáromba, eddig 4 fészket néztünk meg, úgyhogy 3-3 és 2 a fészek fióka száma. Tavaly évben pont 3 volt az átlag, úgyhogy úgy néz ki, hogy idén is ez lesz, de még vissza van 14 fészek. Ugye a mai napon 7 fészket nézünk meg, holnap pedig 9-et. Az akcióhoz a holnapi nap folyamán is lehet csatlakozni. 8:30 Bakony-Szombathelyen kezdenek a természetvédők, érintik többek közt Császárt, Bokodot, Környét, Tarjánt és Tát települését is. Már várják a jól elkapott pillanatokat a Bőrdó, vagyis az év madárfotósa pályázatra. A kezdeményezés 3 magánszemély ötlete alapján indult el, akik azt szeretnék, hogy a természetvédelem fontosságának gondolata minél többekhez eljusson. A projekt ma Magyarországon az egyetlen olyan fotópályázat, amelyeknek a madarak a főszereplői. Akár professzionális, akár kezdő fotósokat, sőt az egészen fiatalokat is szeretné megszólítani idén a Bőrdó, vagyis az év madárfotósa pályázat. A kezdeményezés ma Magyarországon az egyetlen olyan, amelynek a madarak a főszereplői. 10 kategóriában várja az alkotásokat, sőt nevezési díja sincsen. Ami összeköt minket, az a természetvédelem fontosságának a tudata, a természet szeretete, a madarak szeretete. De nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy hitelesek legyünk a profi fotósok számára is. Úgy gondoltuk, hogy ezt egy nagyon komoly, professzionális szakmai fotózsűrivel tudjuk megtenni, elérni. 7 olyan ember áll mögöttünk, aki ornitológus, a madarakhoz ért, a madarakat ismeri, vagy madárillusztrátor is van közöttük. Egyébként nemzetközi fotópályázatok elismert, díjazott fotósai szakmában nevük van,
a zsűri elnöke Imre Tamás. A pályázat 2 millió forint összdíjazású, a fődíjak idén az év madárfotósa és az év ifjú madárfotósa címek. Ugyanakkor a pályázat publikációs lehetőséget is biztosít. Megszólítsuk a fiatal korosztályt is. Azt gondolom, hogy ezzel a 10 kategóriával a fotósok mindenki kedvükre és felkészültségüknek megfelelően tudnak válogatni és pályázni a kategóriák között. Szerettük volna a fotópályázat révén a környezetvédelmet és a madarak védelmét a középpontba állítani. Szeretnénk a fotósokat arra ösztönözni, hogy a természetvédelmi problémákat sokoldalúan közelítsék meg és mutassák be a számunkra. A probléma felvetéstől egészen a kiemelkedő civil és szakmai megoldások bemutatásán át. E célból egyébként már az idei évadban hirdettünk egy tematikus kategóriát. És azt gondolom, hogy a fotópályázat ez egy remek eszköz, hiszen egy jó képpel, egy remek beszadogott fotóval többet el lehet mondani 1000 szónál. Fotót csak a pályázati időszak alatt június 1-e és július 31-e között lehet beküldeni előzetes regisztráció után. Ezt a zsűri kétkörös értékelése követi majd egy közönségszavazás. A nyilvános eredményhirdetés már Tatához kötődik. Ennek a november 26-ai Vadlud Sokadalom lesz a házigazdája. Küszöbön a 11. országos bányász-kohász-erdész találkozó. Ez alkalomból nyílt időszaki kiállítás a Tatabányai Múzeumban, az Örök barátság jelképei a selmeci hagyományban címmel. A tárlaton közel 250 darab sörös korsót tekinthetnek meg az érdeklődők. Az eseményen a Rozmaringos Bányász Egylet működött közre. A hagyományos vendégköszöntő énekkel nyitotta meg a különleges sörös-korsó kiállítást a Rozmaringos Bányász Egylet a Tatabányai Múzeumban. A társaság több mint 20 éve alakult, és a tagok azóta is őrzik a bányász tradíciókat. Műsorukban bányász, kohász és erdész dalokat is csempésztek, így egy sajátos dalcsokrot adtak elő a hallgatóságnak. 1995-ben alakult ez az egylet. Amikor az idősebb kollégáim nyugdíjban voltak, akkor úgy gondolták, hogy az összetartás jegyében alakítanak egy bányászegyletet, és mivel a Rozmaring étterembe gyűltek össze hétről hétre, ezért kapta a nevét Rozmaringos Bányászegylet. Annak idején egyrészt a közösségi élet vitte előre ezt a társaságot, és baráti beszélgetés, közben nótázás, és aztán így alakult ez, hogy aztán rendezvényeken, meg a bányászattal kapcsolatos, a bányászat kulturális életéről ilyen összefoglalókat készítettek. A kezdeti 9 főből 2 élő van már csak. Úgyhogy mi ifjak próbáljuk továbbvinni ezt a nagyszerű gondolatot, amit ők létrehoztak. A barátság és az összetartozás szellemisége jellemző arra a selmeci hagyományra, amely a sörös korsókat körüllengi. A kiállított korsók különlegessége, hogy csak egyszer használják, és utána a gyűjteménybe kerül. A mintákat tekintve általában az alapszakmai motívumokat lehet rajtuk felismerni. A kiállítás a hétvégén megrendezésre kerülő országos bányász-kohász erdész találkozónak a apropóján készült el, és mintegy cirka 250 korsó látható. Na most az, hogy sörös korsók is megtévesztő, mert ezek nem közönséges sörös korsók, hiszen sörös korsó rengeteg van, formában, alakban, méretben, de ezek csak sörös korsók. Amit itt láthatok, ezek különleges korsók, ezek igazából egyfajta szent edények, szakrális edények, ugyanis kötődnek egy sajátos diákhagyományhoz, a selmeci diákhagyományhoz, mely Magyarországon egyedülálló, Európában vannak párhuzamai, és ennek a hagyomány gyakorlásának az eszközei. A hétvége folyamán különböző tematikus programokkal több helyszínen várja az érdeklődőket a 11. országos bányász-kohász-erdész találkozó. Lezárásokra kell számítani az utazó közönségnek Tatabányán. A 8. sörfesztivál miatt június 20-a hétfő 18 óráig a Komáromi utca a József Attila megyei könyvtár épületétől a főtér Béla Király körtér Hotel Árpádig terjedő szakaszán várható korlátozás. A rendezvény ideje alatt az érintett autóbuszjáratok a Szent Borbála tér felé terelő útvonalon közlekednek, írja közleményében a T-Busz Kft.
Alapításának 75. évfordulóját ünnepli a Kecskédi KSK, a labdarúgó klub ez alkalomból egésznapos programmal készül a sportrajongóknak. Június 18-án szombaton 10 óra 30 perctől átadják az új öltözőket a pályán. Az esemény fő műsorszáma az NB1-es Paks FC vendégszereplése lesz, és ahogy a meghívóban írják, a résztvevők újra egy pályán láthatják a legendás Vince Kiprich Plotár triót. Péntek esti híreink következnek egy-egy mondatban. A megye és a visegrádi országok legszebb épületeiből nyílt szakmai kiállítás. Helyi kötődésű művészeket, alkotókat támogat a Mecénás Közalapítvány. Azonosító gyűrűt kaptak a nasszái fehér gólya fiókák. Zajlik az év madárfotósa pályázat, 10 kategóriában lehet versenyezni. Az örök barátság jelképei sörös korsókból nyílt kiállítás Tatabányán. Munkatársaim nevében is köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, további szép estét, kellemes hétvégét kívánok Önöknek, viszontlátásra!